Cseprűvel, lapáttal, szemétszedőbottal tisztítják az egyik bevásárlóközpont parkolóját Bátaszéken. Ugyanis május 8-án a már hagyománnyá vált szemétgyűjtési akciót tartották meg a városban. A járványügyi helyzetre való tekintettel a szervezők idén nem hirdették meg az eseményt, kizárólag a Bátaszéken működő egyesületeket és civil szervezeteket értesítették. A Napsugár nyugdíjas egylet 12 fővel csatlakozott az akcióhoz. A csoport vezetője azt mondja, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a helyiek szebb környezetben élhessenek. Én úgy gondolom, hogy otthon is ezt csinálják. Mert ha valóban elmegyek és eszek egy akármilyen édességet, vagy bármit, beteszem a táskába és otthon kidobom. Most itt borzalom, hogy mi cigaretta. Ez majdnem mint cigarettacsik. Én nem ítélem el, ha ők azt szeretik, szívják, de ne szemeteljenek. Az akciót a település több belterületi pontjára szervezték. Elsősorban azokra a helyekre koncentráltak, ahol gyakran gyűlnek össze közösségek. A város polgármesterének elmondása szerint szerették volna, hogy a helyi civil szervezetek végre tudjanak találkozni egymással. Azonban fontos szempont volt az is, hogy mindeközben hasznos munkát hajtsanak végre, amely többek között a fiatalok számára is példaértékű lehet. És úgy gondolom, hogy ez a programban, mivel nagyon sok fiatal is be tudott csatlakozni, egy kicsit szemléletformáló szerepe is van, hiszen a fiatalok úgymond a saját szemükkel érzékelik és látják, hogy hát sajnos az emberi felelőtlenség miatt hát zsákszámra kell összeszedni majd a hulladékot az utak mentén. A szemétszedésen összesen 120 fő vett részt, és több mint két konténernyi hulladék gyűlt össze.